hanem egészen napjainkig a most már közkincsé váló dadaista vagy szürrealista gondolkodásmód legújabb eredményei. Nagyon érdekes ez a kiállítás, ahogy említettem, egyrészt egy gyümölcsöző kapcsolat folytatása az impresszionizmus kiállítás után. Másfelől viszont ugye 100 éve, ha nem is ünnepeljük az első világháború kitörését, de emlékezzünk rá, szerte az országban és nemzetközi szinten rengeteg első világháborús tematikájú kiállítás nyílik. Az adaizmus, ugye az első világháború alatt született, a szürrealizmusban némely képviselője átfejlődtek, részt vettek a későbbi szürrealista mozgalmakban is. Egy olyan abszurd, másfelől ironikus kérdésfelvetést hozottak meg az első világháború alatt, amelyik a patetikus, hősi vagy durva expresszív kijelentésekkel, háborúábrázolásokkal szemben egy másfajta megközelítést, a világra való rákérdezésnek egy másfajta megközelítését találták ki. Rengeteg olyan, csupán stilláris mozzanata is van ennek a kiállításnak és egyáltalán a dadaizmusnak és szürrealizmusnak, amit ma már bevett művészeti műfajoként használunk, mint a montázs, a sorozatszerűség, a filmelv, az összenemülő anyagok párosítása, torzítás, egy kicsit a gender is már benne van, a nőiség, férfiasság kérdésköre. Tehát egy csomó minden modernista avantgárd mozgás gyökereit itt a 10-20-as években találjuk meg, és azt gondolom, másfelől, hogy rengeteg olyan mű van, amit akár reprodukcióban, akár pedig eredetiben már, vagy attól a művésztől már nemzetközi kiállításokon láthatunk. Nekem egyébként kedvencem a mögöttünk levő René Magritte kép, és a másik kedvencem Mircea Eliade-nak a Szent és a Profán című könyve, amely ezzel a borítóval jelent meg magyarul, tehát ilyen módon már én is rögtön találtam egy kapcsolódási pontot. Míg a kurátorok Gergely Marian, Százados László, Közsvári Marian és Kurmi Mónika fognak önöknek segíteni a kiállításból való eligazításban, ezért én nem is szaporítom itt tovább a szót, hanem felkérném Snyder urat, hogy pár szóval ismertesse a kiállítás létrejöttét. Thank you. It's a pleasure to be here with all of you again. I know many of you because we've actually had the privilege of being here to open two prior exhibitions. Köszönöm szépen a szót, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Nagyon örülök, hogy sok ismerős arcot látok, hiszen már két korábbi kiállítást is volt szerencsénk megnézni így közösen. Each of them different in their character and in their presentation. I hope many of you remember, I think 5 years ago in 2009, our exhibition called Heritage of the Holy Land, which was a group of objects spreading over 10,000 years that were all about beauty and belief, beauty and the spirit and the intertwining of those phenomena. Nos, az egyiket rögtön említeném is, amelyre talán mindenki emlékszik, 5 évvel ezelőtt volt a Beauty of the Holy Land, vagyis a Szentföld gyönyörűsége, amely 10 000 évre visszamenőleg tudott bemutatni bizonyos objektumokat, és amelyben mindegyikben a gyönyörűség, a lelkiség és a szellemiség tudott tükröződni. 2 years later, the National Gallery at the Museum of Fine Arts here was kind enough to send to us in Jerusalem a wonderful troll of drawings, works on paper from the Esterházy collection, and another kind of presentation of great beauty spanning not thousands of years, not millennia, but rather hundreds of years, centuries. És 2 évvel ezelőtt pedig a Szépművészeti Múzeumtól tudtunk kapni egy vendégkiállítás keretéig nagyon szép rajzokat és mentőteket az Esterházy gyűjteményből, ami tulajdonképpen nem évtizedeket, hanem pár évszázadot ölelt át. And then quicker than we thought, we were back here really just a year ago in these very galleries with a very interesting idea, which was to show great French Impressionist and Post-Impressionist works from our collection in Jerusalem, and juxtaposing them with the narrative of
Hungarian Impressionism and Post-Impressionist art. És tulajdonképpen utána nagyon gyorsan ismét visszajöttem, ez körülbelül egy éve volt, amikor is a francia impressionizmus és post-impressionizmus kiváló alkotásait tudtuk ide elhozni, és tulajdonképpen szembeállítani, illetve összevetni a magyar impressionizmus és post-impressionizmus kiemelkedő képviselőivel. And here we are barely a year later, and in a way this is a very different kind of story, and I want to approach it from several different directions. És most ismét eltelt, ismét itt vagyunk, és ez a történet egészen más most már, és ezt én is különböző aspektusokból szeretném megvilágítani. Here you are seeing from Jerusalem about 120 masterworks of Dada and Surrealist art, from really a great trove of over 1,200 works in Dada and Surrealism that comprise our holding there. Most itt bemutatásra kerül a Jeruzsálemi Izrael Múzeumnak 120 műve a mi kollekciónkból, ami egyébként egyfajta ízelítő, ahol körülbelül 1200 műből, amely a mi múzeumunkban látható a dadaizmus és szürrealizmus témájában. And you know, it's interesting, and this is where I want to take several different views of the subject. We are very used to seeing some of these treasures at home in our galleries in Jerusalem. As has been mentioned, Magritte Chateau de Pyrénées behind me is a lot of people's favorite picture. És ugye mi már ezt megszoktuk, hogy mi ezeket a műveket otthon a saját múzeumunkban láthatjuk, de valóban, mint ahogy itt is hallottuk, ez nagyon sokaknak a kedvence, a mögöttem lévő Magritte kép is. Nem is tudom, hogy ez így van. It might be one of the most popular modern pictures in our collection. However, for me personally, your backs, for some reason, are 1927 Miro Spanish Dancer, which you'll go and study later, which for me personally happens to be a personal favorite from our holdings. Nos, ez tényleg nagyon-nagyon sokaknak a kedvence, de hogy sokan engem kérdeznének, nekem a személyes kedvencem az ott van az önök háta mögött, az egy 1927-es Miro spanyol táncosnak, gondolom, hogy a túravezetés során majd ezt is fogják érinteni. Én azt szeretem a legjobban. But the first thing I want to say about this as an exhibition is that when you see these pictures at home, at our house, they're magnificent in a certain way. And I have to say that when I walked in this morning and saw them here, they looked at home here, also in a very nice and certain way, and I'm going to speak about that a bit more. És amikor otthon látjuk, illetve nézem ugyanezeket a képeket, akkor mindig elcsodálkozom, hogy valóban ez egy csodálatosabb otthon, a mi múzeumunkban, a mi otthoni körülményeink között. De ahogy ma körbejártam ezt a kiállítást, és ugyanezeket a képeket láttam, egy más környezetben mégis rögtön otthon éreztem magam, tehát úgy éreztem, hogy ezek valóban a képek olyanok, mint otthon, de azért mégis egy kicsit mások. És mindjárt elmondom, hogy mire gondolok. And you know, it's an aside, but I will say that I think some of you know my mother was born here, so somehow when I come to Budapest, I feel at home walking the streets here. So to find our pictures in Dada and Surrealism seeming at home here has a certain kind of resonance personally for me, and I'm delighted that we're doing the show for that. És talán többen tudják, hogy az én édesanyám itt született Magyarországon, úgyhogy számomra mindig, amikor ide jövök, az kicsit egyfajta hazatérés. És ezért is mondom azt, hogy amikor itt látom a képeket, úgy érzem, hogy a képek is itthon vannak, otthon vannak, és ez egyfajta vibrálást indít el bennem, de hát ezt gondolom, hogy ez teljesen érthető, és ezért különösen örülök, hogy a képeket itt tudjuk bemutatni. But let's talk about Dada and Surrealism in another way. Let's talk about the notion of serendipity, the notion of happenstance, which really has a great deal to do with what the traditions of Dada and Surrealism are about. De akkor tulajdonképpen kezdjük is el azt, hogy miről is szól a Dada és a Surrealizmus. Milyen fogalmak ezek, mit fejeznek ki, milyen fajta pillanatot örökítenek meg, milyen fajta szépséget tárnak elénk. You may know that we are an encyclopedic museum, or we are what is now called a universal museum, because our holdings begin 1.5 million years ago and they come to the present and they really touch
every period and every major cultural manifestation around the globe across that very broad timeline. A mi múzeumunk egyfajta enciklopédikus múzeum, ha lehet ezt mondani, hiszen tulajdonképpen az egész világ történelmet öleli föl a nagyon-nagyon régmúltól egészen a jelenig, és gyakorlatilag mindent, amit a Földön találni tudunk, és az összes ilyen vizuális megjelentetést és kincset tárja a néző elé. And our collections have 550,000 objects, and in the fine arts, nearly all of those objects are things that were gifted to the museum over time, and you have to wonder, how is it that we became such a great repository, in fact, one of the handful of really great repositories of works in Dada and Surrealism. És a múzeumunk összes darabszáma, ha lehet ezt a szót így mondani, már ami a művészeti alkotásokat illeti, összesen 550 ezer darab. És hogyha arra gondolunk, hogy ezek mind adományok formájában jöttek hozzánk, akkor hát megláthatjuk annak a jelentőségét és a fontosságát is, hogy a már korábban említettek alapján milyen nagy számú dada és szürrealista művek is a magunkénak tudhatunk. And through the short 49-year history of our museum, early on, some of our greatest collector friends gifted us great works of Dada and Surrealist art, like the Magritte that is behind me, but among them a man whose name you will read in the text as you go around, Arturo Schwartz, a gentleman who really created Dada and Surrealism as collectible mediums in 1998, the 50th anniversary of the State of Israel, decided to gift his entire holding to us in one fell swoop, really making us one of the great holdings worldwide for these subjects. És a 49 éves története során nagyon-nagyon sokaktól kaptunk adományokat, illetve ajándékként különböző műveket, de talán a legjelentősebb annak az embernek a neve, akit itt a falakon is tudunk olvasni. Arturo Schwartz volt az, aki a gyűjteményét tulajdonképpen három részletben nekünk adományozta. A legutolsó 1998-ban Izrael állam megalapításának az 50. évfordulóján, és ilyen módon, mivel hogy ugye Arturo Schwartz volt az első olyan személy, aki a dada és szürrealista művekből olyan műveket kreált, amelyek gyűjthetők, amelyek vásárolhatók és utána eladhatók. Tehát nem véletlen, hogy a mi múzeumunk mondhatja magáról büszkén, hogy tulajdonképpen a legnagyobb dada és szürrealista gyűjteménnyel rendelkezünk. So this is about how we happen to hold these great treasures, but I really want to speak and conclude with the narrative of how these great pictures come to be here at this moment, and this really is a wonderful bit of serendipity. Tehát tulajdonképpen ez itt a története annak, hogy hogyan is jutottunk mi ezekhez a képekhez, de én úgy gondolom, hogy ez most valóban egy a tökéletesség pillanata, ami itt előttünk áll, és most már csak azt szeretném elmondani zárásképpen, hogy ezek a képek hogyan is kerültek ide. At this very moment in our museum, in the collection galleries where we normally show Dada and Surrealist art, we're doing a marvelous exhibition from another collection, in a way completely unrelated, but also related. It's an exhibition called Hidden Spirit in African Art. It's about amuletic sculpture in the African art tradition. Most ezeknek a képeknek a helyén a dadaizmus és szürrealizmus részletben a mi múzeumban egy másik kiállítás van. Ez Afrika rejtett szellemi örökségét és kincseit mutatja be. Az afrikai amulettekről van egy kiállítás nálunk. Ez valamilyen módon kapcsolódik is ehhez, és ehhez a kiállításhoz is valamilyen módon nem. That exhibition gave us the opportunity to offer a display of these collections. I was in touch with my dear friend and colleague Laszlo Bán, and really I'm sorry that he's not here today so that he could hear me say this,
and he seized immediately on the idea of our